Most ez egy olyan videó lesz, amire még szerintem nem számítottatok, meg hogy furán is indul ezzel, hogy így esik az eső, ilyen Kertvárosi utcán sétálgatok, és rohadt sokat tudtam, de mindegy, mindjárt megértitek. Vlogolósabb videókat gondolom inkább más csatornákon szoktátok meg, de az a helyzet, hogy ugye most zajlik, hát amikor én ezt felveszem, akkor még most zajlik a Logitech Logiplay eseménye, ami hát előzetesen csak annyit tudtunk róla, hogy ez egy ilyen gaming és content creator fókuszú eseménye, vagy hát ezt ünneplik. Valójában pedig mindenki tudta, hogy nagyon fontos bejelentéseket fognak itt tenni, és már túl is vagyunk ezeken a fontos bejelentéseken, úgyhogy ezt most egy ilyen vlogos videóban dolgozzuk fel. Szóval, ami a legizgalmasabb, az a Logi G Cloud. Ez gyakorlatilag egy kézi konzol, viszont nem olyan értelemben, mint gondolnád. Míg a legtöbb kézi konzol, mint mondjuk a Switch vagy a Steam Deck, rendelkezik saját hardware-rel a házon belül, ami futtatja a játékokat. A G-Cloud lényege, hogy egy cloud gaming kézi konzol. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag egy Android tablet, aminek a két oldalára egy-egy kontrollernek a két felét rögzítették, és a lényege az, hogy a GeForce Now-on és az Xbox Cloud Gamingen keresztül tudjon csatlakozni ezekhez a cloud streaming játékszolgáltatásokhoz. Volt lehetőségünk kipróbálni is ezt a készüléket, és amúgy meglepően jól teljesített ahhoz képest, hogy amúgy én féltem attól, hogy ezen a túlterhelt, sajtóeseményes Wi-Fi-n majd nem fognak menni ezek a streaming szolgáltatások, de igazából tök jól működött, ki tudtam próbálni pár játékot, és maga a hardware is kényelmes. Egy kicsit van olyan olcsó hatása, így a markolat részének, de maga a kontroller gombok azok tök jól működnek. Igazából az a kérdés, hogy egyáltalán kapható lesz nálunk. Az előrendelések októberben fognak elindulni, csak Észak-Amerikában, és $299 lehet majd ezeket a termékeket előrendelni, és utána majd egy ponton valamikor talán Európában is meg lehet őket venni, de most kísérleti jelleggel fut majd Észak-Amerikában a termék, és ez alapján fogják eldönteni, hogy érdemes Európa felé terjeszkedni. A következő fontos termék a G Pro Wheel, amiről nagyon szeretnék itt beszélni, viszont elkezdett szemerkélni az eső, és lassan indulni kell vissza a reptérre, úgyhogy a többit otthon. Tehát a G Pro Wheel egy folytatása annak a munkának, amit ugye a Logitech már megkezdett a különböző kormányaival, ugye épp legutoljára a G923-mal. Ez a profi kormány is ugyanazt a TrueForce technológiát alkalmazza a haptikus visszajelzésre, meg ugye a belső motorokra, csak most ebben a G Pro Wheel-ben egy 11 Nm-es ellentartás van, ami azt jelenti, hogy hát brutálisan erősen tud húzni a kormány, amikor ezekkel a szimulációs játékokkal játszol. Ráadásul most ebben az új kormányban tényleg az a céljuk, hogy egy kicsit följebb pozícionálják magukat, ugye nem véletlenül a Pro elnevezés, mert ugye eddig is megkerülhetetlen volt a Logitechnek a kormányai, amikor valaki ilyen szimulációs berendezést akart építeni magának, viszont többnyire inkább az első kormány volt, amit vettél, és amit utána lecseréltél egy felső kategóriásra. Most viszont szeretnék azt, hogy valahol árban már közelebb legyen ehhez a felső kategóriához, és tényleg egy professzionálisabb szintet üssön meg. Maga a kormány így $1000 fog kerülni megjelenéskor, a pedál pedig $350, tehát ez azért már egy komoly set lesz, viszont tényleg ennek megfelelően nagyon odafigyeltek az anyag használatra, a kidolgozásra, és arra, hogy tényleg strapabíró legyen, és tényleg
rárakhassák ezt a Pro címkét. Nyilván én nem vagyok egy pro, nincs otthon egy több száz dolláros vagy több ezer dolláros szimulátor szettem, amivel ezt össze tudnám hasonlítani, tehát én inkább egy ilyen átlagos játékosként próbáltam ki, és nagyon tetszett az élmény, amit nyújtott, de szerintem egy nagyon jó referencia az, hogy ezt a kormányt a McLarennel együtt tervezték meg, és konkrétan Lando Norris segítkezett abban, hogy tesztelje, visszajelezzen, és ez a kormány elnyerhesse azt a formáját, ahogy most látjuk. Na de ugorjunk is tovább a másik nagy újdonságra, amit bejelentettek az eseményen, ez pedig az Astro A30 vezeték nélküli gamer headset. És az az igazság, hogy ugye van az A50, ez egy klasszikus terméke a Logitechnek, és ez az olyan igazi gamer headset, tehát amikor ránézel, vezeték nélküli, nagyszögletes formák, ilyen dokkoló, töltőállomás, mit tudom én, és az A30-al pedig kicsit, mintha el akartak volna menni egy átlag felhasználó irányba. És ez benne van a formatervezésben, tehát az, hogy itt már egy sokkal ilyen letisztultabb, elegánsabb dizájn, mintha kifejezetten az lenne a céljuk, hogy ez egy olyan vezeték nélküli headset legyen, amit gond nélkül tudsz használni gaminghez, mert minden tulajdonsága megvan, hogy tényleg egy nagyon kifinomult gaming élményt adjon, és ezt én is igazolhatom, mert ott ki tudtuk próbálni, és tényleg iszonyú magasra fölhúzható a hangerő, még anélkül, hogy zavarjon, és egy FPS-ben is tényleg nagyon szépen hallasz minden irányból minden hangot. De ugyanakkor arra is alkalmas ez a headset, hogy amikor befejezted a gémelést, akkor vidd magaddal, és az utcán is ugyanúgy tudod hordani egy zenehallgatáshoz, vagy egy hosszú vonatúton filmet nézni. Tehát valahol ez egy ilyen hibrid headset, már hogyha azt nézzük, hogy a gamer és az átlag felhasználó között. Megvannak, mondom, az összes ilyen gaming funkciói, és egy rakás olyan design, meg extra funkció, amivel jó egy ilyen utazós headsetnek. Például leveheted róla a mikrofont, de marad rajta egy mikrofon, hogy tudj telefonálni rajta. Ehhez a headsethez például már nem jár ugyanilyen dokkoló töltőállomás, viszont 43 órás az üzemideje, tehát ez azt jelenti, hogy még hogyha gémelsz vele és magaddal viszed, még úgy is mondjuk akár egy hetet simán kibír, hogy csak hétvégéig kelljen felrakni töltőre. De az se gond, ha lemerül, mert ugyanúgy egy 3,5 millis jackkel is csatlakoztathatod. Tehát inkább azt mondanám, hogy így tényleg így minden megvan benne, ami kellhet, minden lehetőséged megvan, ami kellhet. Az összes olyan dolog, ami szokott az ilyen headsetekben lenni, csak többnyire választanod kell, hogy vagy egy ilyen átlag felhasználású, vagy gamer headsetet veszel, ebben mindegyik egyszerre megvan, és tényleg minden kategóriára lőnek. És ez már csak haba tortán, hogy full személyre szabható, hiszen a külső oldala a fülkagylóknak az mágnesával van rögzítve és levehető, és bármilyen dizájnt rátehetsz, nyilván alapból is már elég dizájnosan néz ki, tehát hogy nem annyira egy ilyen sima gamer headset, de bármilyen dizájnt alá tehetsz, van egy rakás, amit meg lehet rendelni majd a honlapról, de azt ígérték, hogy teljesen egyedi dizájnt is oda tehetsz, tehát teljesen személyre szabhatod. Na de ha személyre szabhatóság, akkor ugorjunk is tovább a másik fülhallgatóra, amit bemutattak, mondjuk ez már fülhallgató, hiszen ez a fülbe dugható G-Fits. A névválasztás nem véletlenül emlékeztet a UE Fits-re, ami amúgy szintén egy Logitech termék. Ez volt az első olyan fülhallgató, amit már a dobozból kivéve házilag a saját hallójáratodra passzíthattál. Ez ugye konkrétan úgy néz ki, hogy a kis szilikon sapka, ami a végén van, az egy ilyen formázható és fényre szilárduló anyagból van, tehát a legelső alkalommal, amikor használod, berakod a füledbe, felveszi annak a formáját, és akkor egy telefonos applikáció végigvezet azon, hogy ilyen lámpákkal, ilyen erőteljes fénnyel bombázza, és akkor felveszi a füled alakját, és egy teljesen személyre szabott, pontosan a füledbe simuló fülhallgatód lesz, aminél így nincsen szükség semmiféle aktív zajszűrésre, hiszen mondom, tökéletesen felveszi a füled formáját, tehát minden zajt ki fog zárni. Ez így, ahogy mondom, ez nem egy újdonság, tehát a UE Fits-ben ez már megvolt, és most igazából annyit csináltak, hogy ugye az eredetileg még sokkal inkább mondjuk sportolásra, meg zenészeknek volt kitalálva, meg úgy, tehát rájuk volt célozva a marketing, és a G-Fits pedig ugyanennek a fülhallgatónak a gamer verziója. Ez azt jelenti, hogy megkapja a Logitech-től megszokott Lightspeed csatlakozót, kapott ilyen RGB világítást a külsejére, és kicsit az akkumulátor üzemideje is növekedett. Erről amúgy pont kevesebbet tudok elmondani személyes tapasztalat szintjén, hiszen hát érthető
higiéniai okokból ezt nem állították ki, úgyhogy ezekről én is csak videót láttam, meg elmondásokat, hogy tök jó, ezt majd meglátjuk még később. És akkor végül, de nem utolsó sorban beszélünk még arról a panelről, ahol kifejezetten a tartalomgyártóknak szánt termékeiket mutatták be. Ugyebár néhány éve a Logitech felvásárolta a legendás youtuber mikrofonokat gyártó Blue-t, ami mi is egy Blue Yeti-t használunk, és a youtuberek többsége egy Blue Yeti-vel kezdte, és hát így kvázi felélesztették ezt a márkát, ugye szerencsétlen Yeti már évek óta nincs forgalomban, és most kiadták az első teljesen új saját tervezésű mikrofont, a Blue Sonát. Ez már egy XLR-es dinamikus mikrofon, ami azt jelenti, hogy megint csak egyel professzionálisabb szintre lőnek, mint mondjuk a Blue Yeti volt az USB-s mikrofonnal, de azért még meg akarják tartani, hogy egy hasonlóan felhasználóbarát élményt nyújtson. De ez azt jelenti például, hogy bár ugye valamilyen keverőpultra vagy ilyen XLR interfészre szükséged van a használatához, de van benne már egy beépített ilyen jelerősítő, amikor ilyen 20-25 decibelt hozzá tud adni a hangothoz, mindegy, ez valószínűleg nem jelent semmit nektek, ha nem vagytok tartalomgyártók. A lényeg az, hogy egy professzionálisabb, nagyon jól kinéző és nagyon jó hangzást nyújtó mikrofont adtak ki, ami ráadásul egy baromi jól állítható, van hozzá ugye egy Blue asztali kar is, szóval egy nagyon ígéretes mikrofon, ami ráadásul még jól is néz ki, ez is ki volt állítva, ezt nyilván hallottam, hogy milyen jól hangzik, nem tudom itt nektek megmutatni, hiszen felvételeket nem tudtunk vele készíteni. Szintén még ebben a tartalomgyártós streameres részben mutatták be a Lightra Beam-et, ugye már pár éve bemutatták a Lightra Glow-t, ami az első ilyen tartalomgyártóknak szánt termékük volt, ez egy ilyen kis négyzet alakú kis USB-s lámpa volt. Ennek egy ilyen felturbózott, vagy hát ilyen kiegészítő következő terméke a Lightra Beam, ez már egy ilyen hosszúkás lámpa, egy asztali állvánnyal, ami spéci karral bárhogy állítgathatod, de magán az asztalon kevés helyet foglal el, a G-hubból irányítható a színhőmérséklet, a fényerő, meg rajta is gombokkal. Tényleg ez egy nagyon jó lámpa, és nagyon el tudom képzelni, hogy nagyon sok streamer fog most ezekre tekinteni alapértelmezetként. Hát nyilvánvalóan vannak a piacon már ilyen cégek, akik ilyen komplett szetteket árulnak. Egyértelmű a lépés a Logitech részéről, hogy nagyon be akarnak szállni ebbe a piacba, és most így az következő évek során látni fogjuk tőlük ezeket az alapdarabokat, amiket ki fognak adni. Szóval várjuk a következő Logitech XLR keverőpultot, várjuk a Logitech Stream Deck-et, stb. Várhatóan ezek lesznek a következők. És ez volt az összes Logitech termék, ami bemutatkozott. Volt még egy külön kis panelje a Streamlabs-nek, akik két újdonságot mutattak be. Az egyik egy saját emote készítő beépítve a Streamlabs-be, ami hát első gondolatom az volt, hogy ez most nagyon sok illusztrátort fog munkanélkül hagyni szerencsétleneket, úgyhogy bár jól működik és egyfelől örülök neki, másfelől rengeteg olyan art stream volt, akiknek az egész streamjük ez volt, hogy emote-okat gyártottak mások streamjeihez. Reméljük azért még ez is fog folytatódni. A másik egyértelműen izgalmas dolog viszont a Streamlabs-ben, hogy most már a Streamlabs-ben beépített videócset lesz, tehát egy, ami már sok más streamer szoftverben amúgy elérhető, csak azok mondjuk professzionálisabb verziók, hogy szimplán csak egy linket küldesz valakinek, ő azt megnyitja, és kameraképe közvetlenül megy át hozzád, és így lehet közösen streameket csinálni, anélkül, hogy mondjuk Discorddal kéne szórakozni. Személy szerint én ennek nagyon örülök. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a Logitech tényleg valami nagyon komoly ilyen szándékot mutatott most ezzel az egész eseménnyel. Tehát azzal, hogy értsétek, kiröptetnek egy rakás újságírót Berlinbe a saját eseményükre, ott elszállásolják őket, és egy ilyen baromi nagy, ilyen gamer csarnokba leültetnek minket, hogy ezeket bemutassák. Én nekem az volt az első gondolatom, és erről beszélgettünk ott a résztvevőkkel, hogy a Logi kezd elmenni abba, hogy szeretnének ilyen gaming Apple lenni. És ez alatt azt értem, hogy nem akarják az ilyen nagy tech vásárokon így a többiek árnyékában bemutatni a saját kis kütyüjeiket, hanem egy ilyen külön keynote-ot akarnak, ahol kijöhetnek a tervezői, leránthatják a leplet, szó szerint leemelhetik a leplet a termékekről, amiket bemutatnak, fókuszáltan, csak erre figyelve, és utána félrevonhatják az újságírókat, ahol kipróbálhatják a terméket, tehát hogy teljesen megvan ez az ilyen Apple termék bemutató hatása ennek az eseménynek, és
Ez az egyik fele. A másik fele viszont az, hogy tényleg a termékeik is így ilyen irányba mennek el. Tehát gaming cuccok tagadhatatlanul mindegyik, de nyitnak egy ilyen casual játékos felé is, aki mondjuk nem csak játszani szeretne. Tehát, hogy szeretnék egy menő Bluetooth headsetet, amivel tudok játszani, de azért szeretnék zenét hallgatni is, és könnyedén elvinni magammal, és erre is használni. Vagy szeretnék egy ilyen fülbedugó fülhallgatót, amit vihetek magammal akár edzésre, de közben, ha gamingre is tudnám használni, és azokat az igényeket is kielégíteni, tök jó lenne. Volt szerencsém az eseményen, csak úgy már a keynote után elkapni a vezérigazgató Daryl Brackent, és amúgy pont ez volt ez a kérdés, amit így neki szegeztem, hogy mit gondol erről, hogy egy kicsit olyan Apple hatása van ennek az egésznek, és azt mondta, hogy valóban nem feltétlenül szándékosan, de tényleg olyan Apple-szerű volt ez az egész bemutató, és a termékeik is egy kicsit hasonlítanak, de az a nagy különbség, és az az ő célkitűzésük, hogy a termékeik gyakorlatilag láthatatlanok legyenek. Tehát, hogy egyszerűen úgy használd fel őket, hogy észre sem veszed, hogy mit használsz. Tehát nem egy ilyen nagyon látványos, nyilván jól néznek ki, tehát hogy ez tagadhatatlan, hogyha rájuk nézünk, de az a lényeg, hogy így beleolvadjanak a környezetedbe, és tehát pont ez, amit mondok, hogy ne egy ilyen kimondottan ilyen gamer, ilyen nagyon gamer, nagyon RGB dolgokat gyártsanak, hanem olyan termékeket, amik bárhol elférnek, és észrevétlenül ott vannak rajtad, és szinte láthatatlanok. Ha érdekelnének még további részletek ezekről a termékekről, akkor amúgy egy hosszabb cikkben ezeket részletesen összefoglaltuk, ezt belinkeljük ide a leírásba. Annyi ilyen általános rossz hírem ugye ez az összes termékhez, hogy ugye a G-Cloudról már említettem, hogy csak Észak-Amerikában lesz elérhető még az első időkben, és még nem tudni, hogy Európában mikor jön. Sajnos ez az összes többi termékre is igaz, bár azok jönni fognak Európába, de valószínűleg ez csak ilyen 2023 nyara, vagy legalábbis ilyesmi dátumokat mondtak. Ebben még nagyon nem voltak konkrétak. Ami konkrét árak vannak, és ami konkrét dátumok vannak, azok mind csak Észak-Amerikára vonatkoznak egyelőre, úgyhogy igazából nem tudni, hogy mi itt Európában mikor foghatjuk a kezünkbe ezeket a termékeket. Minden esetre áll a kérdés, hogy ti melyiket várjátok a legjobban, és melyik az, amire először lecsapnátok? Ezt írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ehhez is találtok linket a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is!